Sziasztok! Sziasztok! Hát ide nézzetek! Honnan látszik rendesen? Ma van Jom Kipur, és most visszük haza Hanna Rózát. Igen. Attól az egytől úgy. Én csak a nézi, hogy én mit csinálok. Szia, drágám. Ma van a világ. Micsoda lánya nap. Nem, az tegnap volt, bocsánat. Tegnap volt, de nekem minden nap most már. Meg kell tartanom ilyet, ugye, hogy apáknak, az apák napját már neki kell tartania. Igen. Hát itt látjátok Budapest legjobb édesapját. És a legszebb babáját. Akit az én csodálatos feleségem szült. Bocsánat, a Samuval együtt. De tényleg csodaszép. Mind a két kis prüntyő. Hát ő már egy nagy prüntyő. Sziasztok! Hello! Az esti idill. Uh-huh. Samuka éppen vacsorázik az új székében. Csinálok neki egy kis kenyeret. Rózika pedig apa kezében alszik. Én pedig takarítok. Samu megkapta a nagyfiú székét, Rózika pedig a Samu régi székét kapta. Sokja. Bizony. De mondom, hogy Samunak milyen ez a széke ajánlja. Nagyon. A Mamazen Papaszban vásároltuk. Ilyen szék nagyobbító. Most szereted ezt a dalt, kincsem? Itt a mese este vacsora mellett. Amióta bölcsisek vagyunk, azóta nem olyan könnyűek az esték, mert még nem szokott át az esti alvásra Samu. Vagyis, hogy este nem alszik, úgy értem. Én is egy kicsit még zavarodottan beszélek itt. Este nem alszik? Na. Hát, hogy délután már nem alszik, csak délben. Viszont korán lefekszik. Most 8-kor mind a két gyerek alszik. Igen, 7-kor fektetjük. Anna Róza csak 4 óránként kell. Mi van, kicsim? Közelebb akarsz menni? Gyere, közelebb tolna. Gyere. Itt látszik, hogy a Samuka alszik. Opa. Éppen csinálom neki a vacsikát, úgyhogy ilyenek ezek az esték most nálunk. Hanna Róza is akkor fekszik, mint a Samu. Ez így félkézzel nagyon bénának tűnik. És így az estéink is megvannak.